Többek között ilyen fegyverrel is lőhettek azok, akik a Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület tavaszkupa néven megrendezett versenyére ellátogattak. A klubnak ez volt az idei első versenye. Az eseményre az ország különböző pontjairól érkeztek más-más korosztályból férfiak és nők egyaránt. 25 egyesület 60 indulója képviseltette magát a bajnokságon. A megmérettetés vasárnap reggel 8 órától délután 4 óráig tartott, ahol a legfiatalabb versenyző 12 éves volt, míg a legidősebb 64. A Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület tavaszkupája zajlik. Ez abból áll, hogy légpisztoly, légpuska 20-40-60 lövés bonyolítódik le, valamint sportpisztoly 20 lövés, szabadpisztoly 60 lövés, illetve kispuska 30 lövések versenyszámban. Az egyesület hétfőn, szerdán és pénteken várja azokat, akik szívesen kipróbálnák a lövészetet, és részesei lennének egy csapatnak, ahol képzett lövészetvezetők felügyelete mellett biztonságos körülmények között elsajátíthatják a fegyverkezelés alapjait.